Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 18-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai, mik az ő tervei. Itt egy királynő látható. Az lehet, hogy ti vagytok ez a királynő a képen, és neki vannak elvárásai. Szeretné, ha ti döntéseket hoznátok. Mert ez a kard a levegő elemét mutatja. Itt döntésekről, kommunikációról van szó. Persze az is előfordulhat, hogy van valaki az ő életében, aki mint egy királynő uralkodik felette, és ez a nő hozza a döntéseket. Hogy ez neki jó vagy rossz, azt megnézzük, hogy érzi magát. Ez a második kérdés. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába, és itt a képen látható, ő szeretné kezébe venni a dolgokat. Ő szeretné azt, hogy előre mozogjanak az események. Viszont nagyon-nagyon bizonytalan. Úgy látható, mintha itt leesne erről a lóról. És miért? Ő mutatja ezt, hiszen a kezében van ez az arany érem, és az értékeket szimbolizálja. Ő értékes, viszont előfordulhat, hogy ez a királynő nem becsüli őt meg. Ez az arany érem mutatja az anyagi dolgokat. Az is lehet, hogy ez a királynő pénzt kér tőle, így vannak a döntések. És ő fél attól, hogy elveszíti az anyagi biztonságát. Az is lehet, hogy itt a belső értékekről van szó, vagy arról, hogy a ti párkapcsolatotok értékes számára, viszont ő nagyon-nagyon bizonytalan, és vár arra, hogy ti hozzatok döntéseket. És a harmadik kérdés az volt, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ő keres itt egy kiutat, egy lehetőséget. Ezen a képen látható a tűz eleme. És az azt jelenti, ő aktív lesz. Lehet, hogy nem a mai napon, de a következő napokban vagy hetekben ő lát egy kiutat, ő lát itt egy lehetőséget számotokra, és a tűz eleme azt is jelenti, hogy ő ezt a kiutat nagy lelkesedéssel fogadja. És a napi kártya, ez a csokis kártya azt jelenti, hogy ő saját maga szeretné
kialakítani a dolgokat, vagy olyan irányt választ, ami számára megfelelő, de nem csak az ő számára, hanem ezt közli veletek. Ez számotokra is előnyös, és mutatja ezt a lelkesedést. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!